Itt a stúdióban pedig általában jó a hangulat, ez most sincsen másként, hiszen itt van a stúdióban Szőke András, Balázs Béla Díjas filmrendező, már pedig, hogyha ő ott van való, akkor adott a jó hangulat, de nem csak ő van itt a stúdióban, hanem Mészáros Zoltán is, filmproducer, méghozzá a Brigád Napó című filmről van szó, melynek díszbemutatója majd február 5-én lesz. Jó reggelt kívánok az uraknak! Szép reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Hír TV nézőit és nagyon zavarba vagyok, úgyhogy 18 évvel ezelőttről hoztam egy emléket, hogy szabad-e azt megmutatnom, hogy, hogy köszöntsem magát a Hír tv meg, meg a, nézőket. Megmozdulhatok itt a szék? Természetesen. Lassan teszem, jó, hogy látható legyen. Becsület szavamra, hogy ezt, ezt a pólót, ezt 18 éve senki nem hordta, csak mert hogy filmről beszélünk, ez a hasutasoknak a 2006-os pólója. Látható? Látható. Akkor ah, visszaülhetek? Igen, igen, Jó. köszönjük szépen. Jó. Brigádnapló. Igen. Milyen film a Brigádnapló? Ez egy nagyon jó film, ez a Brigádnapló, egyrészt mert érzelmes, másrészt szerettünk volna egy vígjátékot elkészíteni, harmadrészt mivel nem, nem tudom, hogy mostanában hányan jártak itt vendégek, de elég sok szentesi kötődésű ember van, szentesi születésű, badárt már nem ismerem mondani, Gáspártibi, gáspársanyi, tehát ez egy szentesi történet részben, hiszen én is szentesi vagyok, a Szentesi Tóth József Színház és Vigadóhoz, és a Petőfi Szálló az étteremhez kapcsolódik. Amikor a Delelő Opsitos és a Fekete Bárányt forgattuk, akkor itt volt egy kanapé, akkor a Badárral itt voltunk, beszélgettünk is erről talán, talán kettő vagy három éve, akkor odahoztak egy brigádnaplót a forgatás alatt, és ez a brigádnapló 1970-től a Szentesi Petőfi számnak az éttermének a konyhájáról, cukrázdáról, az ottani Petőfi Szocialista Brigádról szólt. És mi ezt a rendszert gondoltuk tovább, mert nem arról van szó, hogy szeretnénk valamilyen romantikus, érzelmes, múltba tekintő üzenetet létrehozni, hanem maga ez a, az eredeti anyag olyan volt, mint egy kódex, hihetetlenül érdekes grafikákkal, nem csak a város akkori üzeneteit jelentette ez, hanem úgy tűnik, hogy szimbolikusan, igazából az egész országra vonatkozóan vannak benne szerkezeti ötletek. A mi filmünk pedig egy konyhát, egy cukrázát elképzelve, Bederobival, Györgyi Annával, Kautsky Armanda, Brevicki Gabival, Badársanyival, Gáspár Tibivel, Szarvas Józsival, és nem tudom, majd segíts, hogy kiket hagyok, itt dzsantogalja, én egy takarító vagyok a filmben, ezt az egész csapatot keltettük életre, és 1970 és 1989 között játszódik ez a történet. Miért döntött amellett, hogy támogatja ezt a projektet, és végigviszik? Nos hát én azt gondolom, hogy ez a film egy, egy nagyon értékes egy értéket közvetít, egy kort próbál hát humoros eszközökkel bemutatni, illetve, hogy a Bandi elmondta, én is szentesi vagyok, mm. és a, a, filmhez, ehhez a történethez ezer kötődök, hisz egy olyan brigád, egy olyan brigádnapló, ami abban az épületben készült, íródott, ahova én is rendszeresen jártam. Sőt, tehát ennek az ős bemutatója is ebben az épületben lesz, és én azt gondolom, én hát producer vagyok, bár, tehát két nagyon-nagyon fontos szereplőt elfelejtett András mondani, Barkas, a vezető én vagyok, sőt, annak a fiát is én játszom, és hát frenetikus alakítása van a, a nagy sztároknak. Én, hogy is mondjam, csak élveztem. Illetve miért kapcsolódtam? Én egy üzletember vagyok, egy céget vezetek sok-sok üzlettel, és hát mi napint-nap értéket teremtünk, vagy értéket próbálunk előállítani. És hát az én filozófiám, hogy ha látok máshol is ilyen értéket, akkor azt fontos, hogy megmutassuk sok-sok embernek. És hát a, az András fölkérése is erről szólt, mi lenne, ha én elvállalnám ennek a, a produceri feladatait. És én, én egyből igent mondtam, és én azt gondolom, hogy aki ezt a filmet megnézi, akár egy időutazással, nagyon fogja élvezni. Mi nagyon élveztük, és egy igazi értéket közvetít. Egy ilyen időutazás azért jó, mert azok, akik ezt megélték, azoknak valóban egy remek alkalom arra, hogy visszatekintsenek a módba. A mai kor gyermekének, aki pedig nem élte meg, egyfajta látlelet arról, hogy milyen is volt akkor itt Magyarországon élni. Azért vitatkoznék egy picit, és amikor elkezdtük a forgatókönyvet írni Nemes Orsival, akkor logikus, hogy ha egy 70 és 89 közötti 19 év szakaszát abból a korból bemutatjuk, akkor az az egy visszatekintés. Mi pedig azt kerestük, hogy ez hogyan tud aktuális lenni, hogyan tud most is fontos üzeneteket létrehozni közösségteremtésben, akkor hiánygazdaságot, kreativitásban, zenében, humorban, megoldásokban. Tehát én, én abban bízom, hogy a Brigádnapló attól függetlenül, hogy egy régi korszakban játszódik, teljesen aktuálisak, amiket ő üzen. A másik pedig, ha jól értem az ön kérdését, hogy persze a Brigádnapló fogalmát ma egy 50 fölötti, vagy éppen mondjuk egy szépkorú érti. Hadd tegyem hozzá, hogy elkezdtünk keresgélni Csehországban, Szlovákiában, Romániában, és abból a korból, ráadásul azt kéne mondanom, hogy Csehszlovákia, abból a korból a körülöttünk lévő területeken nem értik azt a kifejezést, hogy brigádnap. Ez egy teljesen magyarországi furcsa üzenet volt, mert mi a, mi a, brigád és a brigádnapló fogalma akkor? hogy a munka után a közösség a kultúrával, az együttgondolkodás, az alkotással, Értve a sportot, értve a főzést, együtt legyenek. Ez egy teljesen különleges üzenet az akkori korból nálunk. És mi azt próbáltuk megoldani, hogy ha egy 19 éves vagy 20 éves fiatal ezt megnézi, akkor ne, ne egy furcsa helytörténeti anyagra gondoljon, hanem tudja azt hasznosítani, amit a színészekkel, zenészekkel, rengeteg zene van a filmben, létrehoztunk. Még egy nagyon fontos dolog az előző történetre is, és a, a régi szentesi üzeneteinkre, amit Badárékkal is végrehajtottunk, hogy az előző filmben Petőfi Sándor János vitézével foglalkoztunk, de a Petőfihez kapcsolódó történelmi adatok, például Szendrei Júlia apjához kapcsolódóan, ebben a filmben is benne vannak, tehát van még egy staféta az, hogy mi azt gondoltuk, én most is vidéki ember vagyok, vagy a vidék nagyon fontos, tehát mi ebben a filmmel szeretnénk elmenni falvakba, kis településekre kifejezetten, ahogy Petőfi csinálta, egy ECHUSZ-szekére, mi szeretnénk oda menni az üzenettel az emberekhez, mert ennek az országnak a nagy része szellemileg, fizikailag, vidékből hozza az üzeneteket a nagyvárosokba. Tehát vidékre szeretnénk elmenni. De ha nem itt lennénk és karácsony lenne és álmodhatnék, tudom, hogy a hír TV az nem egy olyan tévé, de például én nagyon boldog lennék, ha televíziós megjelenésbe megmondjuk mondjuk a hír tévénél vetíthetnénk le ezt a filmet. De előtte végig kell szaladni mindenütt. Én Erdélybe is szeretnék elmenni, Vajdaságba szeretnék elmenni, Szlovákiába, ahol vannak magyar lakta területek. De mondjuk, ha karácsony lenne, én olyan boldog lennék, hogy azt mondaná a TV, hogy jó, hát náluk meg ezt a filmet le lehet vetíteni. Van olyan műsor, ami ilyennel foglalkozik igen. itt nálunk is, úgyhogy ez simán előfordult ez. Még most a vezérkar az látta is ezt a meghívót. Szokták leg... nézni ezeket a reggeli adásokat? Nagyon sokan. Igen? igen, igen De igen. a vezérkar is? Vezérkar is. Igen. <laughs> Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm Nagyon jó szépen, munkát köszönöm. kívánunk, és sikeres filmbemutatót mutatott majd.